Július 19-én indul a kezdő vállalkozókat támogatni hivatott Startup Nation program harmadik kiírása. Jelentette be Daniel Kádár jó vállalkozásokért és idegenforgalomért felelős miniszter. A részletekről Parajdi Borbála, az Eurotop Consulting ügyvezető igazgatója számolt be híradónknak. Jövő hét elején rajtol a Startup Nation harmadik kiírása, amely révén 10 000 üzleti tervet finanszíroznak. A leadásra 30 munkanapon át lesz lehetőség, jelentette be Daniel Kádáriú vállalkozásokért és idegenforgalomért felelős miniszter. A program költségvetése 2 milliárd 200 millió lej. Ebből 520 millió lej áll jelenleg rendelkezésre, a fennmaradó összeget a jövő hónapban esedékes költségvetés kiigazításkor különítik el, tette hozzá a miniszter. Az előző két kiíráshoz képest változásokat is bevezettek. În ediția a treia nu vor mai fi punctate numărul locurilor de muncă, pentru că știm cel puțin. A harmadik kiadásban a munkahelyek számát már nem fogják pontozni, mert tudjuk, hogy legalábbis a második kiadás esetében eljutottunk oda, hogy sok pályázó a jogosultsági vágyában a maximális számú munkahelyet választotta, legalább 6-ot, és a támogatás nagy részét a fizetések kifizetésére használták fel. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a beküldött projekteket nem az érkezés sorrendjében, hanem pontozás szerint értékelik. Parajdi Borbála, az Eurotop Consulting ügyvezető igazgatója híradónknak elmondta, a kiírás remek lehetőség a fiatal vállalkozóknak, hiszen a támogatás nagyon nagy segítséget jelent egy vállalkozás elindításakor. Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy az összeget megfelelően használják fel a tevékenységet segítő eszközök, gépek, felszerelések beszerzésére. Ebben a szesszióban önrészt is be kell vállalni a pályázóknak. Ahhoz, hogy jogosultak legyenek 5%-os önrészt, azonban ahhoz, hogy pontot kapjanak, és ahhoz, hogy esélyük legyen, minimum egy 15%-os önrészbe fog kelleni vállaljanak a finanszírozási összeg felett. Ami egy plusz alkalmazott bevállalásával 100 000 lej lehet, és két plusz alkalmazott bevállalásával, amiket fent fogunk tartani 2 évig, 200 000 lejes összeg lehet, amire tudunk pályázni. Hozzátette, előnyben részesülnek például az információtechnológia, a tervezés, a gyártás és a műanyagfeldolgozás területén tevékenykedő cégek, illetve az élelmiszeripar terén a pékségek, a tej, illetve a húsfeldolgozás. Továbbá pluszpontot érnek az innovatív technológiákba, illetve a zöld energiába történő beruházások, akárcsak a digitalizáció és a vállalkozói képzés előnyben részesítése. Emellett a pályázóknak digitális csomagot is meg kell vásárolniuk, amelynek költségeiből 5 000 eurót számolnak el, hangsúlyozta Parajdi Borbála.